Kedves honfitársaim, emlékeznek még a Csillagok háborújára? A nagy sikerű hollywoodi produkció azzal kezdődött, hogy valahol egy távoli galaxisban. Mai történetünk helyszíne nem egy távoli galaxis, hanem Magyarország. Viszont az események annyira eltávolodtak a törvényességtől, a jogállamiságtól, hogy fényévekbe lehetne mérni. Beszélgető partnerem Szakács Márta. Szervusz, Márta. Szervusz. Néhány hónapja találkoztunk először, tegező viszonyban vagyunk a Mártával. Hát sok mindent megértünk már a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének berkein belül, de Szakács Mártának az esete úgy gondolom, hogy még ezektől is sokkal kirívóbb. Márta, úgy tudom, hogy felvettetek 10 millió forint hitelt. Igen, személyi hitelt vettünk fel, 10 millió forintot, két ingatlan fedezettel, aminek 30 millió forint volt a összege, vagy hát a fedezete, 76 ezer svájci frank volt úgynevezetve, akkor 10 millió forint. Így van. Az évek elteltek, ez történt több mint 5 évvel ezelőtt, igaz? Ez 2006-ban, sőt 2004-ben kezdődött a CIP banknál, és azt váltotta ki a K&H bank 2006-ban, és fizettük 2008-ig, és utána adóstársam nem sikerült a munkája, nem fizették ki, mert építőiparban volt, és minden munka 20 millióba került, ezért föl kellett vennünk hitelt, hogy ki tudjuk az embereket fizetni. Ezért vettük fel a 10 millió forint hitelt. Értem. Onnantól kezdve a történet majdnem azonos a többi poruljárt is kifosztott magyar ember történetével, fizetésképtelenségbe kerültetek, majd megindították ellenetek a végrehajtást. Igen, ezt 2008-ban felmondták a hitelünket. Mi megpróbáltunk mindent megtenni, hogy visszaállítsák a hitelt, de azt mondták, hogy nem lehetséges. Akkor próbáltam egy ingatlan, egy pesti 18 millió forint értékű ingatlan fedezet beadni még nekik. Ez volt a Budapest kozmetika fodrászüzletem, ez bérbe volt adva, és ezt próbáltam nekik még pótfedezetbe adni, és azt mondták, hogy nem, ez se kell nekik, hanem felmondják a hitelt. És adtak egy opció, egy határidőt, ez volt 2010, május 31, hogy addig rendezzem az összes tartozásomat. Tájunk meg egy pillanatra, 11 ingatlanról van szó, amikor felvettétek a 10 millió forint kölcsönt, akkor mindössze 3 ingatlan volt. Kettő ingatlan volt fedezetként, az egyik a szarvasi lakásodok. Lakás, igen. Adnak mennyi körülbelül a forgalmi érték? Hát 8 és 10 millió forint között, akkor 10 millió volt. Tehát a szarvasi lakás, a másik ingatlan az milyen? Az meg itt egy körösparti nyaraló, az meg 18 millió forint a forgalmi értéke. Tehát összesen körülbelül egy 25-28 millió forint fedezettel vettétek fel a 10 millió forint. Igen. Kölcsön. Majd amiután megindították a végrehajtást, akkor összesen 11 ingatlanra raktak. Abban a pillanatban, igen, végrehajtási jogot. Végrehajtási jogot 11 ingatlanra. Nézzük meg akkor, tehát már tudunk egy 8-10 millió forintos lakásról, egy 16-18 millió forintos nyaralóról. Mi volt a következő ingatlan? Hát a adóstársamnak volt örökségéből volt több ingatlanja, volt egy raktárépület, ami 200 négyzetméteres raktárépület, ami 11 millió 612 millió forintra volt értékelve. Igen. Ennek ugye a végrehajtó szerint 400 ezer forint az igen. volt az ára. És hát most már ugye minden tulajdonba került egyébként, úgyhogy ilyen 400 ezer forintért, a nyaralómat, a 18 milliós nyaralót, azt 3,5 millió forintért, a lakást az 5 millió 6, akkor volt egy ilyen romos kastélyunk, hát ott ugye a tégla volt a sok érték, ezt mi akkor egy gyümölcsössel együtt 8 millió forintért vettük, meg a gyümölcsös külön 1 millióért, hát ezt eladták 2 millió forintért, a gyümölcsöst meg 100 ezer forintért, a raktári épület ugye az 400 ezer forintért adták, akkor mellette volt egy fás terület, azt is 100 ezer forintért. Ez most történt, ez már most ez a végkifejlett. Ez most 2000 ezer forintért egy fás területet. Ez a mostani 2000,
ez a mostani, amit eladtak, ugye árverésen, ez most 2013. augusztus 12-én történt, ez volt a negyedik árverés. Augusztusában 100 ezer forintért adtak el egy mekkora területet? Egy hold. Az 6400 körülbelül, és ez fás volt. Igen. Kis erdő. Igen, egy kis erdő. 100 ezer forintért. Igen. És akkor van még egy tanyánk, oda is, ott is egy hold terület van, ennek 1 millió a kikiáltási ára, ezt is 500 ezer forintért ugye meg lehetne venni, de erre még nem volt jelentkező, ez egyedül ezt az egyet. Nem vették még meg. És akkor volt a budapesti üzlet. Meg még Megyeren az örökség volt a páromnak, ahol ilyen házrésze volt, egy negyed házrész, az 2 millió forint, az sem ment el, meg ott voltak neki földterületei, meg ilyen kis házak. És akkor többek közt ugye a pesti boltom, ez egy külön történet. De akkor itt ezt adjuk össze, ha jól számolom fejbe, akkor ez olyan 70-80 millió. 70-80 millió forint. Tehát forgalmi érték. 70-80 millió forint forgalmi értékű ingatlant már átírtak idegen emberek nevére. Igen. A felvett 10 millió forint, igen, ellenébe. Egyébként azt tudod, hogy mennyit fizettetek be készpénzbe a 10 millió forintra törlesztésként? A vége olyan 100 körül volt. Tehát havonta. Ja, hogy amikor befizettük, kettőt. Tehát a 10 milliót felvettetek, 2 milliót befizettetek, igen, és körülbelül 70-80 millió forint értékű ingatlant megszabadítottak. És a tartozásom? Tudom, akkor még most mennyivel tartoztam? Most 78 ezer svájci frank plusz kamataival tartozom. Ez forintban mennyi? Hát ez olyan 14 millió körül plusz kamatai. Tehát 14 millió plusz kamataival, igen, tartoztok még. Igen. És ez mind Magyarországon? Ez mind Magyarországon. Európai Unióban, NATO tagország, kétharmados fülkeforradalom után. Igen. Hogy bírjátok már? Hát sehogy, most már teljesen tönkrementünk. Tehát az sem merült fel a bíróságnál kérdésként, hogy felvettetek 10 millió forintot, visszafizettetek 2 millió forintot, és kisemmisztek, kisepertek alólatok 11 ingatlant 80 millió forint értékben, és még mindig tartoztok 14 millió forint és járulékai. Nem, tehát semmi. Semmi. Hát kérdezném itt, így, hogyha megtehetem, de miért ne tehetném meg Orbán Viktor miniszterelnök urat, Polt Péter legfőbb ügyészt, hogy senkinek nem merül fel az a kérdés, hogy meddig feszíthetik önök a húrt. Mert előbb-utóbb, uraim, ennek rossz vége lesz. Itt van egy tisztességes magyar pár, akik megdolgoztak tisztességgel a vagyonukért, és mindenükből kiforgatták, és sajnos nem ők az egyetlenek. Tulajdonképpen a másodfokú bíróság meghozta az ítéletet, hogy helybe hagyott mindent. Mi vagyunk a hibásak, nem számít, hogy jogellenes tevékenységet végeznek, nem számít, hogy jogszabályba ütközik, sőt, még az sem számít, hogy büntető eljárás van ellenük. Ezzel zárta le az ítéletet a másodfokú bíróság. De akkor mi számít? Nem tudjuk, most várunk a legfelsőbb bíróságra. De az közben, ítélet itt van? Itt van ez az ítélet, igen, itt van, az is majd mutatom. Itt van minden papírom. És tulajdonképp most odáig jutottunk, hogy augusztus 12-én, a májusi árverést ugye így meg tudtuk állítani, utána történt az, hogy idegileg, anyagilag mindenféleképp rámentünk, a páromnak rossz indulatú rákosdaganata lett, úgyhogy őt műteni kellett, az én gyomrom is teli polippal, meg daganattal, úgyhogy egyszerűen nincs annyi pénzünk, hogy elmenjünk az orvoshoz, mindent felemésztett, úgyhogy a kinti üzleteinket is meg kellett szüntetni. Az összes pénzünk az illetékbeadásokra megy, meg az ügyvédekre, de már most már azt se tudjuk finanszírozni, és akkor most kaptuk meg, tavaly kaptuk, hogy augusztus 12-én lesz újból a negyedik árverés, hát ezzel már nem bírtunk, úgyhogy itt fillérekért elmentek az ingatlanjaink, úgyhogy tulajdonképpen ezt ugyanúgy a második faktoring cég vásárolta meg az ő cégeink keresztül, mert tulajdonképpen ebbe ugyanúgy a Barilla is, meg a Nautilusnak is a 20-20 cégén belül levő ingatlan forgalmazási cégei vették meg.
amiért nem fizettek, mert ugye úgy van beírva a végrehajtónál, hogy egymásra engedményezték, titkos megállapodások, meg szerződések miatt nem kell, hogy kifizessenek semmit. Úgyhogy tulajdonképp az összes ingatlanunkat 500 ezer törzstőkéből beszélünk, ugye pénz nélkül tulajdonították el az összes-összes ingatlanunkat, úgyhogy senki egy fillért nem fizetett érte. És, ami a legjobb, most kaptuk, hogy megírták, megcsinálták, várunk a legfelsőbb bíróságra, és az összes ingatlanunkat át is írták tulajdonjogba, és megkaptuk, hogy egy harmadik cégre engedményezték, ugyanúgy tartozok nekik most már többen, mint a hitelfelvételkor 78 ezer svájci frank plusz kamataival. Úgy, hogy a Nautilus, az előző cég, mindenünkből kiforgatott. Hát ezt eredményezte a kétharmados fülkeforradalom. Igen. Mert az senki nem mondja, megállapította illetékességének hiányát Orbán Viktor miniszterelnök, megállapította illetékességének hiányát Kövér László házelnök, megállapította beadványunkra illetékességének hiányát a köztársasági elnök, immáron a harmadik, Holt Péter, cáf elnök, senki nem illetékes. Kérdezem én akkor, ki az illetékes a magyar emberek kifosztásáért? Ki az illetékes? Márta, volt 11 ingatlanotok. Most mitek van? Semmink. Hova fogtok menni? Utcára. De hát megszavazták, a parlament megszavazta, hogy büntethető utcán lakni. Ezt a Jobbik, a Jobbik is megszavazta, ezt a radikális Jobbik is megszavazta ezt a törvényt, hogy hát büntethető, hogyha a szarvasi parkban fogtok aludni. Hát kihez most még fordultatok, Márta? Már fordultunk ugye a PSZÁF-hoz, fordultunk, igen, a NAV elnökasszonyához, igen, fordultunk a pénzmosási osztály, itt van a Tóth Tamás pénzügyi osztályvezetőhöz, akkor a kamarához, biztosítók egyesületéhez, amit ügyészség, csak létezik, ugye, ja, kínomba már az ügy főügyésznek írtam egy levelet. Holt Péternek? Nem, hanem ott... Szarvason? Itt van, szarvasi ügyésznek? Itt van, az is meg tudom végül is mutatni. Majd megkeressük. Jó, Márta, majd megkeressük. Itt van benne. Jó, majd megkeressük. És ő egyedül, 3 év után egyedül elrendelt egy nyomozást a két cég ellen, de úgy, hogy a székhely szerinti rendőrségre. És ami azt jelenti, hogy például a Barilla Kft-t a 8. kerületi rendőrség, a Nautilust a 4. kerületi rendőrség, a bankot meg a 14. kerületi rendőrség tehát vizsgálja. Nem összevonva vizsgálja. Nem összevonva. Úgyhogy tulajdonképp a Pesti Boltomra is, a Ráckevei ügyészség a Pesti Boltomra, hogy ellopták pénz nélkül, az ügyész ott van a levélbe, leírta feketén-fehéren, mert ki se vizsgálta semmi, hogy bűncselekménye vagy nem, hogy eltüntették a boltomat. Azt írta le, ha én még egyszer, mert már kétszer írtam neki, két rendőrségi feljelentést tettem, és azt írta, ha én még egyszer hozzáfordulok, irattárba rakja olvasatlanul az ügyemet. Ez nem számít, hogy 20 milliós értéket eltulajdonított, valaki ellopott. Politikai pártokhoz fordultál? Fordultam politikai pártokhoz is, a Jobbikhoz. A Jobbik, beszéltem is velük, a Zékárpád Dániellel is, meg a Tatár Józseffel is. Meg is ígérték, hogy riportot fognak készíteni, és berakják a parlamentbe, felolvassák, ha írok egy összefoglaló szöveget. Ezt el is küldtem nekik, de a riport sem készült el, mert azt mondták, hogy nem merik bevállalni. Na tessék, a radikálisok nem merik igen, bevállalni. És utána egyszerűen nem is tudtam elérni őket sehogy. Hiába küldtem SMS-t nekik, hogy megkapták-e azt, amit összességében leírtam. Biztos készülnek a választásokra. Biztos készülnek, úgyhogy egyszerűen nem tudtam elérni őket. Akkor hívtam, próbáltam nyilvánosságra, írtam a célpontnak, válaszra sem méltatott, felhívtam a M1-et, a híradót, közölték, hogy ez nagyon bonyolult ügy nekik, akkor a reggelt hívjam, a reggel közölte, hogy más is járt így. És akkor közben az ügyvédem mondta, hogy hát sajnos ő minden, állandóan a tévébe szerepel, a Mokkába, a Naplóba, mindenhol ott van,
Sőt, mondta, hogy a Blikkbe csinál egy nagy cikket, fel is hívta előttünk a szerkesztőt. Ő visszaüzent, hogy sajnos, mivel a KNTH-ról van szó, és a KNTH-nak vannak ő fizetett... Ezzel fogják meg lényegében a TV csatornákat. Fizetett dolgai, ezért én sehogy, de semmilyen formában nem tudok bekerülni a nyilvánossághoz. Kedves Márta, én egyet tudok megígérni, hogyha a Haza nem eladó mozgalom párt a megfelelő népi felhatalmazást megkapja, és komoly tényező lesz a parlamentben, akkor nem csak a tiédet, hanem mindenkiét, mindenkinek ezen jogtalan követeléseit el fogjuk törölni. Ezen pénzintézetek működési engedélyét véglegesen visszavonjuk, vagyonukat záróljuk, és mindazon személyek, akik felkutathatóak lesznek, hogy ilyen bűncselekményekben részt vesznek, törvényszék elé fognak kerülni. Ezt az egyet tudom ígérni neked, Márta. Köszönöm, hogy elmondtad, köszönöm, hogy megosztottad. Én kitartást és erőt kívánok, bár tudom, hidd el, hogy tudom, hogy mind mész keresztül, mind mentek keresztül. Egyre kell vigyázni, hogy ez ne menjen az embernek az egészségére, mert ezek a szemetek ezt akarják elérni. Tehát itt egy népirtás van folyamatban, mert embert megölni nem csak puskával lehet, hanem hogy olyan körülményeket teremtenek, mint amit mondtál, hogy a párodnak rákos daganata lett. Tehát amikor egy embert kifosztanak egész élete munkájából, a megélhetését, az újrakezdés lehetőségét elveszik tőle, az felér egy halálos ítélettel. Mert és ha az ember, többet tartozunk. Mert ha az ember még fiatal, 20-30 éves, akkor fogja magát és elmenekül, ez is a stratégiájuk része, ezért nyitották meg az ország kapuit, a könnyű munkavállalás lehetőségét a fiatalok előtt, megteremtették ezeket a feltételeket, és százezrek menekülnek el évente Magyarországról. Aki meg nem tud elmenekülni, az vagy önkezével vett véget az életének, vagy a betegség végez vele. Tehát ezért fognak felelni Orbán Viktorék, Gyurcsány Ferencék, Bajnai Gordonék, Navracsicsék, Kövér Lászlóék, Polt Péterék, Csányi Sándorék és mindenki más. Isten engem úgy segélye.